Üdvözlöm Önöket, a heti tévé híradóját látják. Egy napra esett idén a húsvétot megelőző nagypéntekkel a Pészak kezdete. A zsidóság ünnepének eredetéről, illetve hagyományairól Radnóti Zoltán főrabbi, a Mazsihisz rabbi testületének elnöke beszélt az Inforádiónak. A Pészak az Egyiptomból történő kiszabadulás és egyben a szabadság ünnepe, mondta Radnóti Zoltán. A zsidó nép a tizedik csapás után elhagyta Egyiptomot és a szolgaságot, és önálló népként szabad akarattal indult el a Szentföld felé. Ezt ünnepeljük meg évről éve ezt játsszuk el széderestjén, fogalmazott a főrabbi. Az este elengedhetetlen kellékei a bor, a pászka és az ima részletek. Bár ugyanazt a szöveget mondják el eze a kalomból több száz éve, a főrabbi szerint az üzenetet mindig aktualizálni kell, meghatározni, mit jelent most a szabadság. Az elbeszélési könyv a Hágáda azt írja, az ember minél többet kérdez, annál dicséretre méltóbb, emelte ki Radnóti Zoltán. Az ünnepi este is azzal kezdődik, hogy egy gyermek feltesz négy kérdést az asztalon és környékén látott furcsaságokról, és a szülőnek meg kell tudnia válaszolni. A vacsora szabad beszélgetéssel telik, ahol gyakorlatilag egymás mellé vannak kényszerítve a családtagok. Húsvétig kézbesítették az Erzsébet utalmányok több mint 90%-át a jogosultaknak, közölte a Magyar Posta ZRT. Aki még nem kapta meg, az az eredeti ütemtervnek megfelelően legkésőbb április közepéig átveheti. Akiket nem talál otthon a postás, azokat értesítő várja, hogy hol és mikor kapják készhez a küldeményt. A kormány döntése szerint minden március 1-én nyugellátásra, illetve a kormányrendeletben felsorolt ellátásra jogosult 10.000 forint értékű Erzsébet utalványban részesül, amelyet 4 2000 és 2000 forintos címletben kap meg. Az utalványok 2019. december 31-éig válthatók be. A demokratikus koalíció elnöke szerint a miniszterelnöknek képviselnie kell valamennyi magyar polgárt, nem listázhatja a vele szemben állókat, mert aki felhatalmazás nélkül illegálisan adatokat gyűjt, sérti a jogot, az emberi méltóságot és a magánélet szabadságát is. Gyurcsány Ferenc a Csepeli Görgei Artúr téren tartott utcaforumot arra bíztatta hallgatóságát, beszéljenek családtagjaikkal, barátaikkal, szomszédaikkal arról, hogy az országban változásért kiállt szinte minden, és nem lehet megengedni ezt a fajta háborús hangulatot, amelyben a miniszterelnök csak az ország egyik részét akarja képviselni. A miniszterelnöknek képviselnie kell valamennyi magyar polgárt, és tudomásul kell vennie, hogy az ő támogató polgárokon kívül vannak és mindig lesznek vele szembenállók. A szembenállókat nem listázni kell. Az, aki felhatalmazás, bírósági engedély nélkül nemzeti veszélyt, nemzetbiztonsági veszélyt kiáltva illegálisan adatokat gyűjt, adatokat tárol, ezek bázisán politikai, jogi és egyéb eljárásokat indít, el az igazságszolgáltatáson kívül, az nem csak jogot sért, hanem sérti az emberi méltóságot és mindannyiunk magánéletét, fogalmazott a korábbi miniszterelnök egyetlen társaság képviselőjének kivételével egyhangúan támogatták a tarifa emelést, annak a megbeszélésnek a résztvevői, amelyen Szenecei Balázs főpolgármester helyettes meghívására szakmai érdekképviseleti szervezetek, taxisofőrök, a társaságok képviselői, a BKIK ipari tagozata, a Budapest közút és a BKK képviselői voltak jelen. Erről a népszava ír az Országos Taxis Szövetség tájékoztatása alapján. Szenecei így egységes szakmai javaslatnak értékelte a tarifa korábban benyújtott mértékét, ami a közeljövőben a fővárosi közgyűlés elé kerülhet. Úgy vélik, az emelésre a taxisokat sújtó költségek emelkedése miatt van szükség. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint a lépése közelebb jutottak ahhoz, hogy a taxizás jövőben minél többeknek nyújtson átlátható és vállalható megélhetést. Külföld. Átkutatták a brit hatóságok Londonban az Aeroflot orosz állami légitársaság egyik repülőgépét. A londoni orosz nagykövetség szerint a 2582 per 2583-as Moszkva-London-Moszkva útvonalon közlekedő repülőgépet vizsgálták át. Mária Zaharova külügyi szóvivő provokációnak nevezte a történteket, jelezte, hogy a brit hatóságok nem mondták meg, mit keresnek. A nagykövetségi jegyzéket küldött a brit külügyminisztériumba, amelyben magyarázatot követelnek az incidensre. A két ország viszonya feszült, amióta március 4-én Salisbury-ben szovjet fejlesztésű idegméreggel megmérgeztek egy korábbi brit orosz kettős ügynököt és lányát. A gyilkossági kísérletért London szerint Moszkva a felelős. A legfrissebb felmérés szerint a brit közvélemény egy évvel Nagy-Britannia EU tagságának megszűnése előtt továbbra is nagyjából egyenlő arányban megosztott annak megítélésében, hogy helyes vagy rossz döntés születette a brit EU tagságról 2016 nyarán tartott népszavazáson, amelyen a szűk többség a kilépésre voksolt. Ugyanakkor mérhető kisebb eltolódás azok javára, akik hibának tartják a referendum eredményét. Az Egyesült Királyság a jelenlegi helyzet alapján egy év múlva, 2019. március 30-án, közép-európai idő szerint nulla órától már nem lesz az Európai Unió tagja. Tereza May brit miniszterelnök tavaly március 29-én jelentette be, hogy aktiválta a Lisszaboni szerződés 50. cikkejét, amely a kilépési folyamatot szabályozza. A cikkei alapján, ha csak a kilépési szerződés korábbi dátumot nem állapít meg, de ezzel sem Londonban, sem Brüsszelben nem számolnak reális lehetőségként, az Egyesült Királyság EU tagsága az aktiválás bejelentése után két évvel, vagyis 2019. március 29-én éjfélkor mindenképpen megszűnik, akkor is, ha addig nem születik megállapodás a távozás feltételrendszeréről. rendszeréről. Egy friss felmérés szerint a franciák elsőprő többsége a radikális imámok és szalafisták azonnali kiutasítása mellett áll. A kutatás azt követően történt, hogy egy 85 éves holokausz túlélő asszonyt a saját lakásában gyilkoltak meg, valamint egy dél-francia városban terrortámadás történt, amiben négyen vesztették életüket. Az algemeiner.com összeállítása szerint a franciák 87%-a őrizetbe venni a radikális imámokat, míg 88%-uk egyszerűen betiltaná a szalafista iszlámot. A megkérdezettek 80%-a szerint ki kellene utasítani az országból a radikalizálódott személyeket. A franciák több mint fele egyébként elégedetlen Emmanuel Macron francia elnök terrorellenes politikájával. Izrael csapást fog mérni a terrorszervezetekre a gázai övezetben, ha a terület határánál folytatódni fognak az erőszakos cselekmények, figyelmeztetett Ronan Manelis az izraeli hadsereg szóvivője. Pénteken palesztinok tízezrei tartottak nagyszabású tüntetéseket a gázai övezet és Izrael határán. A tömeges demonstrációkat az enklávét uraló Hamas radikális iszlamista csoport szervezte. A pénteki megmozdulás a palesztinok tervei szerint egy hat hetes tiltakozó kampány első lépése volt palesztin egészségügyi tisztségviselők szerint 15 palesztin életét vesztette a tüntetők és az izraeli hadsereg összecsapásaiban, és a katonák által leadott éles lövedékek több mint 750 embert megsebesítettek. Az ENSZ attól tart, hogy a gázai övezet határán tovább romolhat a helyzet, és mindenfelet arra szólított fel, hogy ne venjenek célba civileket, különösen gyerekeket. Tudatta az ENSZ politikai ügyekért felelős főtitkár helyettese a biztonsági tanácsa New Yorkban. Legkevesebb 16 ember meghalt, és több száza megsérültek a gázai övezet határán, ahol az elmúlt évek legnagyobb tiltakozása kezdődött. A Hamas arra szólította fel az övezetben élőket, hogy 6 héten át a folytogató izraeli blokád ellen, azt Betelve, hogy a palesztin menekültek visszatérhessenek földjeikre és otthonaikba, ahonnan a zsidó állam megalapításakor elűzték őket. Az izraeli hadsereg és a szervezők is felszólították az embereket, hogy maradjanak biztonságos távolságban az izraeli határtól, de ezt sok feldühödött fiatal figyelmen kívül hagyta. Az izraeli hadsereg arról adott számot, hogy a határnál több ezer palesztin gyűlt össze, akik kövekkel dobálták meg az izraeli katonákat, és égő gumiabroncsokat gurítottak feléjük. Az izraeli katonaság szerint tömegoszlató eszközöket vetettek be, és a főfelbújtókra nyitottak tüzet, emellett két agyonlőtt palesztin szerintük lőfegyverrel támadta az izraeli katonákra. Végül gazdaság. Az adóhivatal által a 2010-es kormányváltás óta bevezetett új, modern módszerek évente több száz milliárd forintos plusz bevételt hozhatnak az államkasszának, nyilatkozta Tálai András a magyar időknek. A Nemzetgazdasági Tárca parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára elmondta, hogy részben ezek az összegek adtak fedezetet az elmúlt nyolc év adócsökkentéseihez. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is irányító államtitkár emlékeztetett a fekete gazdaság visszaszorítása érdekében hozott intézkedésekre. Ki te az online pénztárgépek 2014-ben elindult rendszerét, és elmondta, hogy ma már nagyjából 200 ezer online kassza működik az országban. A készülékek tavaly több mint 10 ezer milliárd forintyi forgalomról küldtek adatokat a nav -nak. A Híreinkről pedig bővebben a heti tv.com, illetve a .com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!